Köszönjük szépen a meghívást, nagy örömmel vettem, hogy beszélhetünk a Lélekköröm Fesztiválról. Én Szabóné Adrien vagyok, Szigethalmon lesz ez a fesztivál, 10. hó 19-én, 10 órai kezdettel. Már a második, tavaly volt az első lélekfesztiválunk, és hogy hogyan is jött ennek az ötlete, egy érdekes életút. Körülbelül egy olyan 6-7 évvel ezelőtt nagyot fordult az életem. Találkoztam egy olyan emberrel, aki két mondattal irányba állított, megváltoztatta a gondolatmenetemet. Ez a két mondat az volt, hogy amit mások gondolnak rólad, az nem a te dolgod, és nem kell vele foglalkozni, illetve hogy sose bántsam a 3 éves Adrikát. Ezzel egyidejűleg történt egy másik csodás dolog is. Pont egy olyan munkahelyen dolgoztam, ahol a akkori főnököm nagyon szerette a Szabó Péter motivációs videókat, többet levetített nekünk, és egy nagyon megfogott engem, mégpedig az, amikor felelősséget vállalsz az életedért, amikor rájössz, hogy igen, ami körülötted van, az a te műved, ez a te képed, ami kivetítődik a fizikai síkra, és ezt csak te tudod megváltoztatni. És nagyon csodás dolgok kezdtek el velem ekkortáj történni, mert pont 6 évvel ezelőtt, egy szeptemberben 3 napot eltöltöttem Ráckevén, ahol a Szabó Péter egy csapatépítő tréninget tartott, és ott hát nézegettem már előző nap is, de másnap mondom, azt, amit nem mondunk el, az olyan, mint hogyha meg se történt volna. Én szeretném megköszönni, hogy megváltoztatta az életemet, és odaléptem hozzá, elmondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, és hogy milyen sokat jelentett ez nekem. És készített is egy videót erről, tehát valahogy őt is megérintette ez, habár biztos vagyok benne, hogy emberek ezrei mondják el neki a köszönetet. Majd egy szigethalmi rendezvényen Zolival együtt sütöttünk palacsintát, Szigethalmon a közösségi élet aktív tagjai vagyunk, és úgy adódott, hogy a mi négyesünk nagyon spirituális beállítottságú volt, és az egész délután úgy telt el, hogy ezekről beszéltünk, és kiderült, hogy az EZO klub vezetője is ott süti velünk, egy nagyon kedves hölgy a palacsintát, és mondta, hogy hát akkor januártól indul, gyere el, hogyha ez téged érdekel, gyere el. Én elmentem, érdekel, és nagyon sok jó módszert és dolgot ismertem meg. Például Kovács Róbert könyveit, nekem nagyon sokat segítettek, ő írta a Lélek útja bestsellert, és az apukájához is eljutottam utaztatásra, hogy megfejtsem az élet rejtelmeit, illetve családállításra is elmentem a csoporttal, ami megint egy nagyon fontos mérföldkő volt az életemben. Szerintem ez egy nagyon jó módszer arra, hogy feloldjuk a generációs hozott mintákat. És volt egy civil szervezet, egy fórum, ahol megtudtam, hogy lehet pályázni, és mondtam a EZO klub vezetőnek, hogy pályázzunk már, csináljunk egy olyan kis mini életmód expót, ami a Lurdi házban is szokott lenni, micsoda jó dolog lenne, és mondta, hogy hát figyelj, csináld. Jó, mondom, akkor megszervezem. És életemben először éreztem azt, hogy nem kell megküzdenem érte, hanem így, mintha dobálnák bele a gondolatokat a fejembe. Tehát tudom, hogy én ehhez egy eszköz vagyok, a Jóisten és az égiek eszköze, de nagyon szeretem csinálni, és egy olyan szuper program alakult ki belőle, egy telt házas program elsőre, mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon tele volt a terem, az úgy volt, ahogy elképzeltük, és Balogh Béla volt a főelőadónk, hát vele is érdekesen találkoztam. Egyik barátnőm elhívott Bruce Lipton előadásra, hát nagyon nem akartam menni, de jó, menjünk, oké. És hát amit ott kaptam, azt az energiát, azt az alázatot, azt a tudást, ahogy összekapcsolódik a tudomány és a spiritualitás, nekem pont ez az a rész, ami nagyon-nagyon megfog. És elmentem az EZO klubba, elmeséltem, hogy micsoda csodás napon voltam a Bruce Liptonnal, hát ez valami fergeteges, elmondtam, mikről volt szó, és akkor mondták nekem az EZO klubba, hogy hát de tudod, hogy Magyarországon is van egy Bruce Lipton? Hát nem tudom, de hát a Balogh Béla. Balogh Béla, hát akkor elkezdtem nézni a videóit, elolvastam a könyveit, eltelt 1-2 hónap, szinte már mindent láttam, ami fent van a YouTube-on, és mentem megint életmód expóra, nézem a
programlistát, mondom, hát ha van Balogh Béla, nincs Balogh Béla, mindegy. És egy nagyobb csapattal voltam, de így kicsit lemaradtam, elkeveredtem, ásványokat nézegettem, és egyszer csak megfordulok, és ott áll Balogh Béla, Arató Monikával. Ó, mondom, tessék, várj egy picit. Mondom, minden nap 6 órát töltünk el a nappaliba együtt, nézte Arató Monika, hogy ez biztos bolond ez a nő, és... Mondom, hát mindent láttam már, és gratulálok az álomvölgyhöz, és csodás dolog, és van egy kis csoportunk, ahol akikkel szakrális helyre szoktunk menni, és annyira szeretnénk látni, és akkor kedves Adrián, írjál e-mailt, és gyertek. Hát ez így is történt, csütörtökön írtam egy e-mailt, pénteken ott voltam. Azóta is feljárok a tanfolyamaira, sőt, lett egy kis 50 fős csoportunk, akikkel járunk kirándulni. Szakrális helyeket szoktunk meglátogatni, és most hétvégén is ott voltunk az álomvölgybe, ami nagyon-nagyon csodásan alakult. Hát ilyen volt az első Lélekköröm fesztivál, és úgy éreztük, hogy igen, itt van létjogosultsága ennek a folytatásnak. Létrejött a Lélekköröm klub, 2 hetente szoktunk összejönni, péntekenként, ugyanígy a Városi Szabadidőközpontban egyre többen, ahol igazából szoktak lenni meghívott előadók, akik különböző témákról beszélgettünk velük, theta healing, teremtés, minden, ami spirituális dolog, illetve elkezdtem ebbe az évbe a spirituális törvények, tehát az univerzum törvényeit venni, mert hogy igazából élhetünk úgy, hogy hát rám nem hat, persze, a gravitáció se hat rám, aztán mégis 2 lábbal a földön állok, nem tudom, hogy hat rám, és hogyha tudjuk, hogy mi hat ránk, illetve hogyan működik az univerzum, akkor lehet, hogy jobban tudjuk élni az életünket. És most már ez 2 hetente megy, és elkezdtük szervezni a következő Lélekköröm fesztivált, ami megint érdekesen alakult, nem tudatosan, de egy férfi energiát felsorakoztató energia lesz. Ambrus Attila, a Viszkis néven elhíresült ember lesz az egyik fő előadónk, ő egész nap ott lesz velünk, lehet vele majd korongozni, és egyáltalán nem a bankrablásos életét szeretnénk boncolgatni, hanem egy lelki síkon megközelíteni azt, hogy amilyen élete neki volt gyerekkorától kezdve, amennyi borzasztó dolgot át kellett élnie, hogyan tudta ezt átfordítani. Tehát abból a mélységből, ahol ő volt, ezt a nagyon jó, becsületes életet fel tudta építeni. Nem mindenkinek sikerül, látjuk. És éreztem is egy késztetést, vagy 2 évvel ezelőtt néztem, jön Duna Harasztira, el kell mennem és elmondani neki, hogy legyen nagyon büszke magára, mert ez nem mindenkinek sikerült volna, és akkor elmentem, elmondtam, és jött a gondolat, hogy Attilát meg kell hívni, mert egy nagyon jó előadó lesz, és így is van. Elmentem Szentendrére a boltjába, meghívtam, és örömest igen mondott, úgyhogy ő egész nap velünk lesz. Kocsis Gábor író, ő a Beszélgetések a kutyámmal című könyvnek az írója, illetve a használtfel.hu oldalnak a szerkesztője. Nagyon sok érdekes dolgot tudunk meg onnan, vagy használhatunk fel. Ő egy stroke túlélő, 20-as évei végén stroke-ot kapott, és elvesztette az egész addigi életét, és teljesen átalakult, mind párkapcsolat, mind munka, minden téren, és egyszer csak annyi feladat lett volna, hogy A-ból B-be egy mentett kutyát elszállítani, de B-be már nem ért oda a kutya, ő a Lord, aki azóta az életének a fő része. Lord nagyon sokat tanít neki, feltétel nélkül is szeretett, hűség, és minden más téren, ő ebből ír könyvet. Ott lesznek a kutyák, most már 3-an vannak, a Lordnak van még 2 társa, szintén halálból mentett kutyusok, úgyhogy Gábor is velünk lesz egész nap, lehet tőle könyvet venni, dedikálni fog. Lesz nekünk egy Nagy Gyula Csontkovács életterapeutánk és utaztatónk, aki már Szigethalmon tartott előadást, annyira sikeres volt, hogy szegényt alig engedtük haza este 8:30-kor. Nagyon-nagyon szeretik az emberek, egy nagyon jó terapeuta, akkora élettapasztalattal és akkora tudással, hogy nincs olyan kérdés szerintem, amire ne tudna csípőből élből válaszolni. Érdemes eljönni megismerni őt is, akár mint Csontkovács vagy utaztató, lesz rá lehetőség, hogy külön teremben eltöltsön vele mindenki 1/4 óra 20 percet, akinek erre igénye van. Lesz előadónk Verez Zoli is. Ő a megcímkézett életekről fog beszélni. Nagyon sokan, amilyen címkéket aggatnak rá, így élnek, és erről szeretne előadást tartani, hogy hogyan lehet ebből kitörni. De neki lesz még egy beszélgetése. A Bannai Anna Máriával, Manni
Val, aki mondjuk jár különböző fesztiválokra, spirituális rendezvényekre, már találkozhatott vele, energiával dolgozik, reiki mester, nagyon elmélyült tudása van, ők fognak beszélgetni majd, egy interaktív beszélgetés lesz majd a záró a jelenlétről, és lesz még nekünk egy Hídvégi Judit szakrális festőnő előadónk is, aki Színezd újra címmel, az ő életét hogyan színezte újra, neki is megváltozott teljesen az élete, nagyon-nagyon gyönyörűen tudja lehozni az égi energiákat, lélekképfestéssel is foglalkozik, akár megrendelésre, akár tart ilyen foglalkozásokat olyanoknak, akik megfestik, vagy megrajzolják a saját lélekképüket. Vele egy nagyon-nagyon érdekes találkozás volt, szerintem nem is az első. Életmód Expo-n voltunk szintén, és volt egy farkas festmény, ami annyira megfogott, hogy háromszor mentem vissza, elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy nagyon tetszik ez a kép, most nem tudom megvenni, de ha összegyűlik rá pénz, akkor nagyon szeretném megvásárolni, illetve hogy lesz ez a fesztivál, van-e kedve, jön igaz, már nem tudom előadónak betenni, ez ugye tavalyi fesztivál előtt volt, de hogy ezekkel a képekkel eljönni, és eljött, és gyönyörűen kapcsolódtak vele az emberek, nagyon kedves volt mindenkivel, és egy olyan mély barátság alakult ki köztünk, ami tehát ő is azt mondja, hogy nem ebbe az életbe kezdődött. Nagyon-nagyon érdekes, intellektuális hölgy, érdemes lesz őt is meghallgatni. És hát miután ez egy egész napos program. És még lesz a Csapó Edit. Csapó Edit, bocsánat. Aki jön hozzánk, ő a gyermekeit egyedül nevelő szülőkhöz fog szólni. Körülbelül ilyen 45 ezer követője van már a TikTokon. Mindenhonnan fölállt az Edit, azt kell tudni, hogy két gyermeke van, és azért is hívtuk meg ide, mert hogy ebbe a rohanó világba már igazából azt lehet látni, hogy sokszor emberek úgy váltogatják a párjaikat, mintha az oknit cserélnének, és ebben mutat irányt, hogy hogyan erősödhet meg a nő, hogyan lehet és teljesedhet ki, miközben a gyerekekkel is foglalkozik, de igazából ne mondjon le önmagáról, és ő is eljön hozzánk, és egy nagyon-nagyon színes előadást fog tartani. Amilyen gondolatmenetre ezt felfűztük, az, hogy a legtöbb ember lehet ezt mondani, hogy valamilyen börtönben él, cellában él. Ez lehet a múlt fogsága, lehet társas magány, lehet alkoholizmus, tök mindegy, hogy minek nevezzük, és nagyon sokan le is élik a kulcssal a zsebükben, bent a cellába ezt az életet, ha bár van kiút, és ezért szerettem volna az Attilát is egy olyan kilátástalan helyzetből felállt, amikor majdnem 20 évet töltött el, 19-et a börtönben, abból 2-3-at javítóintézetben, ami a legkeményebb volt, hogy akkor mindegyikünknek van itt kiút, és próbáljuk meg megkeresni együtt. És te miről fogsz előadást tartani? Tehát én Velez Zoli vagyok, és szellemgyógyász, energiagyógyász. Igazából az utam úgy kezdődött, hogy én katonatiszt voltam, mérnök, és igazából magával a lélekkel és a szellemmel nagyon-nagyon távoli kapcsolatban álltam, egészen addig, amíg a bal oldalam le nem bénult, és hozzákerültem egy olyan torokrákból felépült jósnőhöz, aki 65-70 éves volt, és ő vezetett rá, és mutatta meg, hogy van több, mint maga a test, és akkor indultam el azon az úton, amelyen nagyon-nagyon kevés férfi indul el, és viszi végig az utat, mert hát valahol találkozik ő is a lélekkel, és majd azt követően, ami nagy erősségem, hogy 6 évvel ezelőtt egyedül maradtam a 4 gyermekkel, és meg kellett tapasztalni azt a női oldalt, amit férfiként csak annyit látunk, hogy na jó, van az anyuka elintézett mindent, és hogy én miről fogok beszélni, mi az, amit egy fürdés közben jött az intuíció, hogy annyi mindent mondanak ránk, ragaszgatnak ránk, és valójában azok vagyunk? Vagy azok szerint fogunk élni, amelyet mások ránk ragasztanak, és annak akarunk megfelelni, miközben azt sem tudjuk, hogy mi valójában kik vagyunk? És ahogy Adrián felvázolta, hogy Attila fog eljönni hozzánk, és hogy honnan tört ki, és ez adta a sugallatot, hogy mindennyiunkat megbélyegeznek. Valaki sokkal nagyobb címkét kap, valaki sokkal kisebbet, és hogy ebből igazán van kiút, és ez pedig nem a test,
hanem a bentről, a bennünk lakozó szellemnek az útja, amelyet választ. És ez az, amit elhoztam megmutatni, hogy ki az, aki többet tud élni, az, aki többet tapasztal, és sok életutat, mármint nem életutat, hanem kihívást választ, legyen ez akár bankrablás, vagy több gyermeknevelés egyéb, és hogy mindenből ki lehet jönni, míg azok, akik csak otthon ülnek egy fotelba, és leélik így az életüket, akkor ki is él többet? Sokkal többet tapasztalt. És ugye az Adrián említette, hogy van, aki az alkoholizmusba megy, és tudom, hogy a teremtő sokkal jobban szereti azt az alkoholistát, aki a pohár mélyére néz mélyen, mert ott megtalálja őt, mint az, aki elmegy mondjuk egy egyházba képmutatóként. Tehát sokkal, és ezt az utat kívánom ott átadni, megmutatni, hogy bizony merjél a dolgok mélyére menni, mert ott megtalálod a nagy egységet. Nekem nagyon-nagyon megfogott, amit mondtál. Sok ember van olyan helyzetben, amikor azt tapasztalja, hogy ő eddig tudott eljönni, és megtett, úgy érzi minden, de onnantól kezdve egy átadásban van. Mit javasolnátok annak a nézőnek, aki most ebben a helyzetben van, hogy eddig tudott eljönni, és hogyan tovább? Hát az Indiana Jones filmjét tudnám mondani, amikor az utolsó keresztes lovaggal, és az utolsó feladat az, amikor bejutnak a keresztes lovakhoz, hogy egy mély szakadék van, és hogy merjenek lépni a szakadék fölött, mert mindig van út. És mondom ezt én, akit 6 évvel ezelőtt a 44 millióval inkasszózott a bank, és még a végrehajtók is kinézték azt a házat, amelyben még mindig ott tart a teremtő, és 100 000 forint bevétel volt, miközben a bankkal 155 000 forintra állapodtam meg, és még 50 000-et kért a végrehajtó, plusz a 4 gyermek költségei és a rezsi. Tehát ez valóban az, amikor úgy ellépsz a semmibe, és hogy miből volt bevételem? Egyszerűen elvitt egy gyógyítói útra, a Theta Healingre, majd aztán a pszichotronikai szellemgyógyászatra, és megtöltötte reklám nélkül a naptáramat. Ami azt jelenti, hogy azok az emberek jöttek és gyógyulni, mert az erősségem az, hogy a benned lakozó lelket, a szellemet tudom ott tartani a beszélgetésbe, mert volt olyan esetem, amikor a terápiára nem ért oda az ember, mert inkább meghalt, szó szerint. Kilépett a testéből, csak hogy ne kelljen változnia. És hogy mit javaslok, hogy merd vállalni önmagadat, teljesen mindegy. Ki mit gondol rólad, ki mit mond rólad, mert ez a te utad. És erre te vagy a legalkalmasabb, a te isteni utad, az isteni lépéseid már meg vannak írva. Csak merjél rálépni. Tehát lépj bele a szakadékba, úgysem fogsz belezuhanni, hanem megtanulsz szárnyalni. Gyönyörű. És nekem nagyon tetszett ez a mondatod, és lehet fel van véve, vagy előtte való beszélgetésben mondtad azt, hogy a Jóisten töltötte meg a telt házat a rendezvényen. Tehát, hogy mi is ezzel a videóval azt szeretnénk, hogy eljusson, és az ő belső lelke induljon felétek, vagy felé, tehát ide, hogy akkor tapasztalni tudja azokat a csodákat, amiket tényleg én úgy érzem, hogy ez igazán lélekből szóló rendezvény. Igen. Amit tudni kell Adriánról, tehát 2 évvel ezelőtt, amikor megkeresett lenne a Dunaparton, hogy vállalnád-e azt, hogy egy kicsit kiállsz a színpadra és a mikrofonnal így vezeted az embereket, és annyira érezhető és látható, hogy amikor Adrián fellép a színpadra, hogy megmutatja a teremtő azt a szépséget és nagyságot, ami ő benne van. Tehát annyira lehullanak róla a falak, és már csak ezért is megéri eljönni, és ő fogja végigkísérni az Attilát a kérdéseivel, mert hogy átszellemülve, és ez ragad magával, hogy tényleg merjétek levetkőzni a mászt, és ő ebben példa, akkor, amikor a Lélekörömfesztiválról van szó, és
tolják. Tehát amikor így megakadna, akkor őt tolják így előre, hogy menjél, kísérünk. És annyira szép az a játék, ahogy lehet látni a földi énjét, meg a lelki énjét, hogy mikor melyik van előtérbe, de a Léleköröm Fesztiválon ott a lélek van. És mik a legkülönlegesebb visszajelzések, mivel már volt egy, jól tudom, milyen visszajelzések érkeztek eddig az ott tapasztalt dolgokból? Mindenki nagyon jól érezte magát, ami nekem a legfontosabb volt, az, hogy úgy jellemezték ezt a fesztivált, hogy mintha a feltétel nélkül szeretett lett volna ott. Tehát, hogy tényleg egy rossz gondolat nem volt senkibe, egy irítség, egy nem, bármilyen rossz gondolat, és próbáltuk megvendégelni, meg is vendégeljük most is majd a fellépőket, de olyan bőségesen készítettünk mindent, különböző ételeket, süteményeket, hogy úgy az árusokat is kínálgattuk, és azt mondták az árusok, hogy ők még soha nem voltak ilyen helyen, tehát... És amikor a büfés is spirituális, és mondom, gyere Csilla, nézd már meg a termet, hogy szerinted milyen? Hú, de jó, és hogy csináltatok tisztítást is. Tehát amikor a büfés is ilyen, szerintem egy szuper jó dolog. Élőben lett bemutatva a múltkori rendezvényen, hogy annyira megült az energia bent a teremben, mert egy olyan témát dolgozott fel az előző előadó, és akkor mondom, most szeretném nektek élőben megmutatni, hogy mit jelent egy energetikai tértisztítás. És végig szaladt így az embereken az energia, és megtisztultak, és lehetett látni az a nyüzsgés, az a feszület, minden így eltűnt, és így elcsendesedtek, nem mondom, ez az, ami szemnek láthatatlan, de a léleknek érezhető, és akkor na, kezdhetjük. Szóval, hogy ez most is lesz, hogy megtapasztalják, mert akkor, amikor megtisztul az ember egy-egy előadás után, és új emberként tudja meghallgatni a következőt előítéletek és hátsó gondolatok nélkül, annál nincs csodálatosabb, mert a tisztát látja. És volt, aki oda jött hozzám, hogy figyelj, olyan keveset beszéltem magadról, én többet akarok belőled, egy Eszter nevezetű családállító Miklósos, és akkor egy hét múlva találkoztunk, és leültünk, és beszélgettünk több órát. Hát, hogy ilyen barátok is lettek, egy közvetlen kapcsolat, tudják, hogy én már kiszabadultam az álca börtönéből, úgy érzem, tehát én merem vállalni, amit én gondolok, és ez egyik legnagyobb szabadság. És nekem nagyon tetszett az, hogy csoportokat hoztatok létre, vagy jött létre, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert ugye vannak rendezvények, és vannak olyan rendezvények, hogy oké, megvan azt egy év múlva, vagy valamikor újra, vagy találkozunk, vagy nem, de hogy itt azért én úgy érzem, hogy egy kapcsolódás is marad, és akár igen. Épülő. Ami számomra nagyon furcsa, ugye amikor áthelyezd a fókuszt, akkor azzal találkozol. Nekem is megszűntek persze olyan barátságok, amik nem igaz alapokra épültek, mondjuk így, és elrezegtek mellőlem, vagy én elrezegtem mellőlük más irányba. Nagyon sok új barátom lett, és ami nekem érdekes volt, hogy hú, itt olyan sok ember spirituális, és hogyha én úgy vállalom, hogy igen, én ezt az irányvonalat képviselem, és jönnek, és megmozgatom olyan emberekbe is ezeket a gondolatokat, akik addig még nem is tudták, hogy őket is érdekli, meg elültet az ember bizonyos csirákat. Igen, egy 20-30 fővel működik a Léleköröm Klub, és hát olyan csodás emberek vannak ott is, hogy mondjuk Szigetcsépen van egy 85 éves Tóni bácsi, aki az országban a harmadik ember volt, annak idején a rendszerváltás környékén, mikor természetgyógyászokat képeztek, ő volt az ország harmadik olyan természetgyógyász, akinek papírja is volt róla, és nagyon-nagyon érdekeseket mesél, nagyon szeretjük az ő férfi és tapasztalt energiáját, és azt mondta, hogy neki a felesége elköltözött 2 éve, de tartják ugye a kapcsolatot, már ő azért úgy kifejlesztette ezeket az érzékeket, hogy jönnek a sugallatok, akár a rádión keresztül, hiába tekeri el, más szól az autóban, a rádióban. Az ő zsókája mondta, hogy egy közösséghez fog tartozni, mielőtt majd követi őt, és azt mondta a Tóni bácsi, hogy úgy érzem, ez az a közösség. Tehát, hogy ezért érdemes csinálni, én úgy gondolom. Meg hogyha
Amit a Szabó Péter mondott a videójában, egy nagyon jó kis történetet mesélt el röviden, hogy megy a mexikói a tengerparton, és rengeteg kis brák, vagy valami kisodródik a partra, akik önmaguktól nem tudnak visszamenni, lehajol, visszadobja. És oda megy hozzá egy ember, hogy te ember, mit csinálsz? Hát nézd már, 10 000 darab számra vannak itt, nem tudod mindegyiket visszadobálni. Azt, nem, de nézd, ennek az egynek nem mindegy, és visszadobja. És ha csak egy embernek tudunk egy alkalommal segíteni, akkor már az az egy ember tovább fog tudni haladni az útján. És egy történet, amikor a polgármester úr jött a rendezvényre, az elsőre, és nekem mesélte, hogy jövök ide, és nem találtam parkolót. És mondom, foci meccs van. És nézi, a focipálya üres, mert mellette van a focipálya. És jön be, és ez ennyi embert érdekel, ennyi embert össze tudott hozni ez a rendezvény. És akkor a szünetbe odajött, hogy azért ennek jó lenne, hogyha lenne folytatása is. És nagyon nagy hála Adrinak, hogy van folytatás. Tehát, hogy megy tovább az úton. Mert hát, ahogy kertészeti szóval élve, amikor elültetjük a petrezselymet, és ásunk, akkor egy-két gyökérrel azért találkozunk. De hát, az az élet része. Uh-huh. És milyen fontos az is, hogy szerintem azok is jöjjenek el, akik, és köszönöm szépen, hogy engem is meghívtatok, mint videós, hogy akkor rögzítsem ezeket, hogy azok is jöjjenek el, akik úgy érzik, hogy az ő közös, tehát az ő kis területükön belül szeretnének közösséget létrehozni, mert szerintem olyan információs magok, vagy információs morzsákat fognak tudni hazavinni, ami lehet, hogy pont az a kovász kell, amit bele tudják rakni az ő közösségükbe, és fog tudni működni. Nekem most az a képjük. Itt férfiként szeretnék szólni. Azt látom és azt tapasztalom, hogy a párkapcsolat sokkal jobb minőségűvé válik, mert a férfi megérzi önmagában azt a lelkiséget, amit alapból egy nő hoz a házasságba, vagy egy kapcsolatba, és hogy oda tud figyelni a női lélekre, miközben ő a férfi energiát képviseli, és sokkal jobb a kapcsolódás. Mert hogy érdemes férfiaknak is rálépni arra az útra, hogy a sírás, a könny az nem szégyen, hanem erő. És amikor ezt így megmerik már mutatni, akkor, és elindul egy beszélgetés lélek és lelki síkon, akkor a kapcsolat is sokkal szebbé válik, egy párkapcsolat. Tehát, hogy legyen férfi, legyen nő, és még csak keresi az útját, akkor egyszerűen merje bedobni magát ebbe a rendezvénybe, még akkor is, ha azt mondja, de én egyedül vagyok, senkit nem ismerek. De akkor pont azért gyere. Így van. Igen, hát új ismeretségek is kialakulhatnak, illetve amit ott megérez, az az energia, szerintem azáltal csak több lesz. És érdemes egy kicsit felemelkedni, és fentről nézni, ez a minden mindennel összefügg. Ebben egészen biztos vagyok. És hogyha úgy próbáljuk megnézni az életet, amik történnek, hogy vajon akár előző életedben, akár mostani életben én mit tettem, most a karma éppen mit egyensúlyoz ki, akkor már rá is jövünk, hogy hoppá, miért is vagyunk itt. És hallottam, hogy fontos árusok is lesznek. Igen. Vagy mondtál valakit, és mondtál, hogy feltétlenül emeljük már ki. Igen. Nadia Klárát. Csizmadia Klára, Sejem festőnő is ott lesz. Hát egy nagyon érdekes színfolt, ismerjük mindnyájan. Hát az az energiabomba, amit ő képvisel, és az a kapcsolódás, hogy neki Szepes Máriával mai napig van kapcsolat, és hoz le információkat. Egy különleges hölgy, nagyon jó vele beszélgetni, szinte feltölt egy 5 perces beszélgetés vele. Örülök, hogy ilyen. Igen, csodák, és hát én amikor, de hát készüljetek fel, mert megmondja a tutit, nekem volt az, hogy nagy szerelemben oda mentem valaki egy hölgyel, és hogy
és hogy itt nézegettük a képeket, meg ilyenek, és így, ez nem most volt, vagy 10 éve, vagy valami, de hogy így mondta, hogy elmondjak valamit, nem ez az igazi párod. Úgy akkor nem tett bele, fél óra is szakítottunk, de nem azért, hogy nem hallotta, csak valami ilyen történet volt, és hát mondom, jó, mert akkor, és akkor utána, de aztán tényleg meg. És csak egy kérdés, ha te jössz, hozol párnát? Igen. Már csak azért, hogy beszéljünk a hálapárnádról is egy kicsit. Hát de meglepődtem egyébként, én most nem akartam felhozni, de ha már felhoztad, akkor legyen. De hogy mindig meglepődöm, amikor én tudom, hogy a Jóisten a legjobb helyekre juttatja el a hálapárnákat, de amit mondtál, mesélj már nekem. Oké, tehát hogy a párna itt beszélt, hogy Zoli, léci hozzá már fel, tehát hogy az egyik erősségem, hogy én hallom azt, amikor akár tárgyak beszélnek hozzám, és én megszemélyesítem őt. Mert általam átmegy az info, és a hálapárnáról egy teremtés alapjai tanfolyamot tartottam, egy 12 órásat, és ott került elő, hogy Zoli, én azzal szeretném neked még pluszba hálálni, hogy voltam egy ilyenen, és ez a hálapárna, ez a tiéd. Hát mondom, mit lehet róla tudni? Hát azt mondja, hogy önálló életet él, általában a szívnél szokott kikötni, tedd oda a fejedhez, nagyon csörög, de egyébként meg nagyon-nagyon jó aroma illata is van. Ő majd mindig tudja, hogy mit kell kifejteni. Hát mondom, jó van, oké. Vetettem magam mellé a francia ágyra, és akkor, hát mondom, most te vagy itt a társam, akkor nyugodtan pihenjünk itt. És hetekig nem szólt, tehát hogy csak úgy el volt, úgy figyelt. És majd azt követően egyszer csak azt éreztem, hogy a szívnél, így mellkasnál ilyen erős szúrás fájdalom van. Hát mondom, a kezem oda nyúlt, és így hosszában magára tette, és így megöleltem, és mondom, akkor mit mondjak neked? Azt mondja, mondd el, hogy miért vagy hálás az életedbe. És aztán volt úgy, hogy a háton, én nem szeretek háton aludni, de háton aludtam, és mindvégig reggelig el mozdulás nélkül ott volt, mintha gyógyított volna, mintha sebeket, ilyen mély szívbéli lelki fájdalmakat gyógyított volna. Aztán volt időszak, hogy szépen elhúzódott, volt, amikor a fülemhez kéri magát, tehát hogy egy olyan, amely mintha kapcsolatot ápolna veled, vagy aki hazaviszi, az ő tudta nélkül, és egyszerűen azt tudom mondani, hogy varázslat maga ez a párna, én nem tudom milyen információkat hordoz, vagyis ez így nem igaz, olyan tiszta információt hordoz, hogy lelki gyógyító, holott mondhatnánk, hogy csak ez egy párna. És én mondanám úgy, hogy csak egy párna. Ez azért érdekes, és én tényleg már, tehát én szó szerint az van, hogy én beszélek állandóan róla, meg ilyenek, mert hogy engem is bolondnak néztek, amikor operatőrként, azt mondtam, hogy jó, akkor 2 évig arrébb rakom a kamerát, és elkezdem kifejleszteni a tömkölypárnát továbbfejleszteni. Hát tudtam, hogy el fog jönni az időszak, amikor az embereknek erő kell, lélekerő, és ebbe tud segíteni. És most voltunk Szerbiába, és ott előadásom közben, mert ott mondta egy hölgy, hogy hát ő meg el kell, hogy mondja, hogy ő a párkapcsolata, egy gyönyörű párkapcsolata van, stb. És amikor átadtuk neki egyébként a párnáját, ő úgy adta át a párjának, hogy átölelték egymást, és hogy azt mondta, hogy összekapcsolja őket. Igen, hideg is. Ja, igen. És ez így van. És ez tényleg így van. Úgyhogy, ha szeretnétek, akkor visszak ki a párnákat. Igen. Köszönjük, nagyon igen. Szeretnénk. Sőt, hogyha Adri hozzájárul, szerintem a színpadon is lehetne. Így van, azt beszéltük, hogy pár gondolattal megtámogatni. Hát, hogy mikor nagyon-nagyon gyenge voltam, meg ilyenek, akkor átöleltem, és úgy éreztem, hogy kiszívja, mint egy szivacs a fájdalmat. És ez szerintem ebben az időszakban elképesztő fontos. Igen, igen. És köszönjük neked. Mi van még bennetek egy lélek gondolat? Egy gondolat, hogy azt szoktam mondani, hogy soha ne az agyadra hallgass, a gondolataidra. Tehát kérdezd meg a szívedet, hogy ott a helyem. És ha azt mondja, hogy igen,
akkor gyere gyorsan, már csak 120 hely van. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó záró gondolat. Én meg azt mondom, hogy képzeljétek el, hogy milyen ott lenni. Ugye, amikor képed van valamiről, képes vagy valamire, és legyen mindig hit, hogy bármi is történik, a jó Isten tovább visz. Nekem is vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit mélyebben vagyok, vagy fülön kell magam csípni, hogy na, gyere vissza, nem arra felé tartunk. És igen, a jó Isten mindig segít, hatalmas gödrökből, hatalmas csodákkal fel se fogja az ember, és csak legyen róla képet, hogy mit szeretnél, az univerzum megadja. Az hogyan, azt nem mond meg neki. Ő azt tudja. Lehet, hogy sokkal jobb dolgokat, úton, módon dolgokat tud, mint te.